Betty vagyok, válogatott tőrvívó. Azért csatlakoztam a holnap gyümölcse kezdeményezéséhez, mert így szeretnék valamit tenni a szebb és a zöldebb jövő kialakításához, valamint ezzel szeretném buzdítani a lakosságot, hogy hasonló jellegű programokhoz csatlakozzanak. A folyótetés szerintem egy példaértékű útmutató a jövő nemzedéke számára, hiszen a környezetvédelem, kultúra, sport és az egészséges életmód értékeit képviseli. Ja, Szúja Tímea vagyok, a Somorjai kosárlabda csapat egyik tagja, és a szlovák válogatott. Nagyon örülök, hogy be tudtam kapcsolni ebbe a projektbe, mivel fontosnak tartom magát a sportot, a környezetvédelmet és a kultúrát is. A munkámmal kapcsolatban nagyon sokszor ilyen hasonló projektekkel kerülök kapcsolatba. Fontosnak tartom, hogy itt a gyerekeknek lehet ez így ültetve. Németh Krisztián vagyok, a DAC Akadémia ifjúsági sportigazgatója. Örökségként kaptuk szüleinktől, nagyszüleinktől ezt a csodálatos csallóközt, és ez a hagyaték, amit tovább kell adnunk gyermekeinknek, és valójában nagyon fontos számomra, hogy védjük a környezetet, és tegyünk meg mindent azért, hogy ez a csallóköz ugyanilyen gyönyörű legyen jövőben is. Aki fát ültet, az a jövőre gondol, az bízik a jövőben, az tesz valamit a jövőért, és ugyanez mozgat minket is az akadémián, hogy erős, egészséges, művelt, bátor ifjúságot neveljünk ki a régióknak.